Elé, Arnolddal üljetek Vénuszba. Mi Jupiterrel megyünk. Vettem, Sam! Levegő 100%. Levegő 100%. Arnold, kapcsold le az áramot. Penny, oldsd el az emeleti tüzet. Vettem, Sam. Áram lekapcsolva, Sam. Hurrá! Igen, nagyszerű vagy, Sam. Sam! Sam, sikerült! Kibújtam az állatmentő egyenruhámból. Készen állok kiállni a tűzzel. Sajnálom, Elvis, túl késő, már eloltottuk a tüzet. Várjunk, még nincs túl késő. Miről beszélsz, Hannah? Sok pizzát tettem a mi sütőnkbe is, és a legmagasabb fokozatra csavartam. Ó, ne! Lehet, hogy az is ég már. Megyek is! Levegő 100%. Levegő 100%. Áram lekapcsolva! Nagyon sajnálom, hogy annyi pizzát gyömöszöltettem a sütőkbe. Jó volt kicsit főnöknek lenni. Kicsit? Tudom, hogy nagyapádnak akartál segíteni, James, de meg kellett volna várnod az anyukád vagy apukád, hogy segítsenek. Sajnálom, Sam. Jobban kellett volna figyelnünk. És most egy pizzát se adhatunk nagypapának a vasutas gálára. Talán én tudom, honnan szerezhetünk ételt. Remélem, tűzoltó Sam mindjárt itt lesz az étellel. Én is. Farkaséhes vagyok. Ott van Sam. Vajon mit hozott? Ó, oh, de hisz... Na hát, lehetetlen. Bella lasagna. Ó, oh, ne. Gridlington! Árulja el, mit csinál! Jupitert kéne lemosnia, nem a lábát! Tudom, uram, de Jupiterrel már végeztem. Csatlakozhatok a füstszobás gyakorlathoz, uram? Várjon még! Jupiter lökhárítója kormos kissé, és a fénycsóró is! Addig nem mehet a füstszobás gyakorlatra, Gridlington, amíg Jupiter nem tiszta! És csillog, villog. Ne aggódj, Jupiter! Hozok neked egy kis tiszta vizet. Ó, ott jön a sárkány! Egy lépés se tovább! Mivel én vagyok a sárkányok királya, még végeznem kell rajta egy utolsó simítást. Hogyha a sárkányok királyának tűzokádó sárkánya lesz, én leszek a legnagyobb király a világon! Íme! A sárkányom! Hű, elképesztő! Hihetetlen! Begyulladt! Mi? Wow! Oh. És éppen felénk tart! Ah! Jaj, ne! Pont az állomás felé tart! Legjobb lesz, ha hívom tűzoltó Samet. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Na, ez új. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Az én Bessie-m ott van. Thank you.
Hordószem, levegő 100%. Levegő 100%. Bessi? A tüzet eloltottuk, és Bessi jól van, uram. Köszönöm, Sam. Vigyázz, Norman! Vízbe esett az evezőm. Szerintem még elérem. Jaj, ne! Az enyém is beesett. Elsodor a víz. Csak egy megoldás van. Segítség! Segítség! Ez meg mi? Ez segítség! Norman és Derek. Ó, egek. Sam, segítség! Elsodor az ár! Kapjátok el a végét! Kösz, tűzoltószem! Köszönjük! Lehetnétek kissé körültekintőbbek. Bocsánat, Sam! Sam bácsi, oda néz! Jaj, ne! El kell oltanunk, mielőtt terjedni kezd! Hé, hol vannak az ütők? Amik? A gumilapátok! Szóval az a helyzet, hogy az volt az evezők. Utoljára a vízben láttuk, ahogy elsodorja a víz. Mindenről Norman tehet. Nem érdekel, hogy ki tehet róla. Ha nem oltjuk el azonnal a tüzet, villám gyorsan terjedni kezd. Nem tört el. Úgy látom, csak egy kis zúzódás. Hála az égnek! Mondja, mi az ördögöt csináltak itt? Mi csak kandisztunk. Értem, de remélem előtte mindenki bemelegített. Nos, én nem. És fokozatos volt a terhelés. Erdőtűz a malom közelében. Erdőtűz a malom közelében. Megállni! Most hová indul mindenki? Ez a csapat nem alkalmas most a mentésre. De tűz ütött ki az erdőbe. Attól tartok, uram, ez most a mi dolgunk lesz. Tessék? Ó, igen, hogy mi? Én megyek, hozom a sisakomat. Mindenki húzódjon hátrébb, mindjárt érkezik az erősítés. És hol vannak a többiek, uram? Később elmagyarázom. Mi jöttünk és készen állunk a mentésre. Értettem. Akkor oltsuk el ezt a tüzet. Maguk vigyék a tömlőket, én pedig majd csapkodom. Nem tudjuk. A rádió a sátorban van. Berohanok a mentőközpontba és hívok segítséget. Trevorral majd vigyázunk a gyerekekre. Nyomás, srácok. Remélem a tűz nem terjed tovább az erdő felé. Ügyes vagy, James. Teljesítetted a tűzoltószem kihívást. Hurrá! De most szeretném befejezni végre. Megjöttünk! Sam bácsi, észrevettem még valamit. De most nem a házban. Mutasd, mi az? Tűz ütött ki a hegyekben! Oda mentek a gyerekek. Hívom is az állomást. Tűz ütött ki a Körmöspálcás hegyen. Tűz ütött ki a Körmöspálcás hegyen.
Az erdei ösvény túl keskeny Jupiternek. Vénuszt kell vinnünk. Vízágyúval meg kell állítanunk a tüzet. Rajta vagyok! Elfojtottuk a lángokat, Peri, de jól jönne az erősítés. Ne aggódj, Sam, úton vagyok! Így már tökéletes. Vigyázz, Sam! A másik oldalon szállok ki inkább. Penny, jöhet a B-terv. Vettem, Sam! Gyorsabban bent! Vigyázz a jégen! Titán nem megy át a jégen. Vettem, Penny. Tom, hallasz? Szükség lesz velemi egyre. Úton vagyok. Nem szeretem az elszabadult vonatokat, amik kigyulladnak. Csinálj valamit, Normaxo. Oké. Normaxo felhívja anyát. Felhívom az idegen pajtásokat az intercellás kommunikációs eszközön, hogy jöjjenek. Az a cipőd, Norman. Norman, erre most nincs idő. Telefonálok. Repülj a vonat fölé, Tom. Bízz csak rá. Normaxo, nézd! Működött a telefonod. Ez egy UFO lesz. Egy UFO? Vigyázzanak! Norman? Elbújok az idegenek elől! Sajnálom, Sam! Vissza kell mennünk a mentőközpontba, amíg véget nem ér a hóvihar! Túl nagy a hó! Ez az! Hó! Itt kiugrok, Tom! Igazán hősies! Egy idegen szalad a tetőn! Én is tudtam. Jó. Kezdődhet a műsor. Ah, hello, körmöspálcás. Szép volt, Elvis.
Igen, szép volt, Kridlington. Mindig is tudtam, hogy sikerülni fog. Igen, jól van, minden rendben, vissza az állomásra. Hát, remélem, Mike legalább olyan jó lesz, mint én. Hello, körmöspálcás! Szeretném nektek bemutatni a bandám legújabb tagját, a gitármester 2000-et! Van egy hely, amit ismerek, ahol mindig közöttek. Az új bandatag nem épp olyan, mint Elvis, igaz, apa? Olyan lesz! Tekert fel szépen, Joe! Ó, nem! Elvis sosem csinálná így! Apa, le kell állnom! Valaki hívja gyorsan tűzoltó szemet! Mike Slatt gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot. Mike Slatt gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot! Elvis, Ellie-vel hozzátok Jupitert, Penny, ti Arnolddal hozzátok Vénuszt, én hozom Merkur. Ellie, Arnold, vigyetek mindenkit biztonságba. Elvis, kapcsold le az áramot. Penny, te segíts eloltani a tüzet. Vettem, Sam. Áram lekapcsolva, Sam! Nem hiszem, hogy a gitármester 2000 elő tudja adni a szólóját. Mindenki hátrébb! Igen, legalább 5,5 méterre el kell távolodnotok a biztonságotok érdekében. Eloltottuk, Sam! Óvatosan, Sam, az alagutat néha elárasztja a víz. Nagyon veszélyes. Segítség! Ne aggódj, Mandy! Már is jövök! Jól vagy, Mandy? Így áll egy kis vizet. Köszi, Penny! Megcsúsztam, de nem esett bajom. Nagyon mélyen vagyunk. Hogy hozzuk fel, Penny? Én nem tudom felvinni, mert ketten nem férünk itt el. Ki kell találnunk valamit. Mi ez a zaj? Mi folyik odalent? Úgy hallom, Steve parancsnok a kézikocsit javítja. Most arra már biztos denevér szárnyakat növesztett, és fejjel lefelé lóg. Szegény Mandy nevér. Múzi, van itt egy barlang térkép. Már is adom. Ezek a barlangok errefelé haladnak a hegy belsejében, a régi bányák útvonala pedig erre van. Közel húzódnak egymáshoz. Pont, ahol Mandy is beszorult. Indulásra kész! Hála két szakinak! Két irányítóra is szükség lesz. Kitart velem? Az életmentés sokkal inkább a te asztalod, Norris. Penny! Hallasz engem? Penny! Állj ide mögém, Mandy! Az
egész hegy remeg. Ne aggódj, Mandy, ez csak szem.